Szeretettel köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner, pedagógus, író, költő. Önismereti tréningeket vezetek mesei életképek feldolgozásával, nem csak nőknek. A mai életkép mesekép videóban a Madárrá változtatott lány című meséből fogunk meríteni. Hallgass meg a mesét! A madárrá változtatott lány. Indián mese. Élt egyszer a végtelen Amazonas folyó partján egy indián törzs. A törzsfőnököt Korankénak hívták. Bátor és ügyes kezű vadász volt. Pálmakunyhójában vele lakott gyönyörű felesége Nara és kislányuk. De Nara nem csak szép volt, hanem szorgalmas is. Amíg Koranké az erdőt járta, és tapírra meg jaguárra vadászott, addig az asszony sem tétlenkedett. Pálmarostból függőágyat kötött, gyapotból takarót, meg ruhát szőtt, a kunyhó melletti tisztáson kukoricát, meg banánt ültetett. Agyagból kecses formájú korsókat formázott. Kislányuk napról napra cseperedett, és erős volt akárcsak az apja, és szép, mint az anyja. Nem szenvedtek hiányt semmibe sem, elégedetten éltek. Ám egy szép napon oda lett a nyugalmuk, mert az erdő gonosz szelleme, Csujacsaki, szemet vetett a szépséges Narára. Furcsa szerzet volt ez a Csujacsaki. Az istenek emberformájúra teremtették, de lábat csak egyet adtak neki. A másik helyén kecskeköröm égtelenkedett. Ott bujdosott a folyó mellett az erdő sűrűjében, s arra várt, hogy valaki az útjába tévedjen. Nem kegyelmezett az áldozatának. Aki egyszer összetalálkozott a gonosszal, annak nem sütött többé a nap, nem zúgott már a folyó. Szóval Csujacsaki megpillantotta Narát, s azon nyomban beleszeretett. Attól fogva ott settenkedett, Koranké háza körül, s le nem vette a szemét az asszonyról. Így teltek múltak a napok, míg Csujacsaki végül elhatározta, hogy örökre magával viszi Narát. Egy reggel, amikor Koranké vadászni indult, váratlanul betoppant a házba, és reszketek hangon megszólította az asszonyt. Szegény vándor vagyok, étlen szomjan járom az erdőt, könyörülj rajtam, s adj valamit ennem. Nara megsajnálta az embert, helyel kínálta hát, s jól akadt a kukoricával, meg banánnal. Ekkor az idegen halálkodás helyett így fordult hozzá. Nara, szépséges Nara, meghasad a szívem érted. Gyere velem, légy a feleségem. Hogy mennék én veled? Csattant fel az asszony. Hiszen az én férjem Koranké. Őt soha el nem hagynám. Ígért a vendég kincset, gazdagságot, de hiába. Nara hajthatatlan maradt. Most elmegyek, adta fel a harcot Csujacsaki, de 6 hónap múlva visszajövök érted, s azzal, ahogy jött, úgy el is tűnt egy szempillantás alatt. Nara rémülten nézett a titokzatos idegen után, s ahogy a pillantása a földre siklott, akkor látta csak az árulkodó lábnyomokat a homokban. Az egyik emberi nyom volt, a másik meg patás lábtól való. Rögtön tudta hát, ki is volt az éhes vándor. Ekkor ijedt meg csak igazán. A gonosz erdei szellem látogatását azonban titokban tartotta Koranké előtt. Miért is szomorítaná a szívét, gondolta. A várakozás és a szorongás nehéz hónapjai következtek Narára. Minden napja rettegésben telt el, hogy ugyan mikor bukkan fel a Csujacsaki. Aztán egy reggel díszes csónak kötött ki a parton, Koranké kunyhójának közelébe. Egy férfi szállt partra. Ruhája ünnepi, fején ékes tollkorona pompázott, a nyakában drága láncok kivalkottak. Sietős léptekkel közeledett a törzsfőnök házához. Nara szíve az izgalomtól sebesen dobogott, hiszen az idegen pazar öltözete nem tévesztette meg. Rögves tudta, hogy Csujacsaki érkezett meg,
s pompázatos külsejével csak az ő bizalmát akarja megnyerni. Így is volt. Az ünnepi díszben parádézó férfi még át sem lépte a küszöböt, csábító hangon már is rákezdte. Látod, Nara, eljöttem érted. Nézd, drága díszeimet! Ha velem jössz, mától fogva minden gazdagságom a tiéd. Nara azonban hajthatatlan volt. Sírt, könyörgött Csolyacsaki, de hiába. Ekkor mérgesen felugrott, s vészjóslóan az asszonyra förmett. Adok újabb 6 hónap gondolkodási időt. Ha addigra sem térnél jobb belátásra, példásan megbüntetlek, dörögte, s azzal eltűnt, mint a kámfor. Szegény Nara, már most mit évő legyen? Alig várt, hogy este megjöjjön Koranke, rögtön elmesélte neki a Csolyacsaki szörnyű látogatását. Hiába próbálta nyugtatni az ura, az elkövetkező hetekben s hónapokban egyre csak fogyott az asszony, akár a hold, arca halovány lett, akár a holdsugár. Aztán letelt a 6 hónap. Koranke azonban nem hagyta el a kunyhóját, azon a napon magához vette az íját, s egy mérgezett nyilat feszített bele, aztán mozdulatlanul várakozott az ajtó mögött. Jött is kisvártatva az erdei szellem, ezúttal vadállatok kíséretében. A jobbján egy óriási anakonda kígyó tekerőzött, a balján pedig egy megtermett jaguár lépdelt. Látod, Nara? Az egész erdő az én parancsomnak engedelmeskedik, szólt fenyegetően. Döntöttél-e hát? Velem jössz, vagy megmagacsolod magadat? Én Koránkét soha el nem hagyom, húzta ki magát az asszony. Inkább halljak meg, de ő hozzá hűtlen nem leszek. Mire való ez a konokság? Unszolta a szellem. Hiszen erővel is magammal vihetnélek, de nem akarom, hogy szomorúan élj mellettem. Gyere hát velem! Hatalmat, gazdagságot ajánlok neked. De hiába volt minden csábítás. Nara hajthatatlan maradt. Rendben van, te akartad, hogy haragom lesújtson rád, fortyant fel Csolyacsaki. Büntetésül a lányodat madárrá változtatom. Ezentúl az erdő mélyéről szól panaszos hangja. Ott él majd a világtól távol, mert kárhozata addig tart, amíg valaki meg nem pillantja, és csak akkor száll el róla az átok. A hivatlan vendég azzal sarkon fordult, ekkor Koranké előugrott a rejtek helyéből, és célba vette Csolyacsakit. Csak hogy az ő eszén emberfia nem járhatott túl. A gonosz szellem levegővé vált, még mielőtt a halálos nyílvessző elérhette volna. Nara és Koranke, mindent hátrahagyva, a kislányok függő ágyához futottak. De jaj, üresen találták, s abban a pillanatban egy ismeretlen madárhangra figyeltek fel. Messziről jött, panaszosan szólt, mintha csak őket szólította volna. A titokzatos madarat azóta sem látta senki. Szívszorító, síró hangja bele-bele hasít az őserdő lomha csendjébe. Élt egyszer a végtelen Amazonas folyó partján egy indián törzs. Ebben a törzsben mindenki alkalmazkodott mindenkihez, tartották az együttélés szabályait, élték a mindennapi életüket. A közösség vezetője és törzsfőnöke Koranké volt. Ügyeskező vadász, bátor harcos. Felnéztek rá az emberek, bíztak benne, ő meg nem okozott nekik csalódást. Mindig azt tette, amit vártak tőle. Védte a törzset, harcolt a betolakodókkal, ellátta élelemmel a családot és az embereket. Mindenki elismerte az erényeit. Siker és elégedettség kísérte az életét. Magánemberként is befutott volt, megházasként is. Szép felesége volt, meg gyermeke. Pálmából készült kunyhóban éltek, vagyis vitte a pálmát, megkapta az elismerést. Aki látta az életüket, az semmi rosszat sem tudott róluk mondani. Az asszony szép volt, szorgalmas volt, jó anya volt,
meleg családi otthon teremtett, nem volt kenyere a lustaság. Függő ágyat kötött, ruhát szőtt, meg takarót, kukoricát és banánt termelt, korsókat formázott. Értett mindenhez, amihez egy asszonynak érteni kellett. A külső szemlélő nem talált az életükben semmi rosszat, semmi kivetnivalót. A külvilág csak szépet és jól látott a családi életükről. Nem szenvedtek hiány semmiben sem, elégedetten éltek. Legalábbis ez volt a látszat, ez volt a felszín. De belül, a lélek mélyén, egy idő után valami megváltozott. Ám egy napon oda lett a nyugalmuk. Valami véget ért, valami új és szokatlan kezdődött. Véget ért egy korszak, s ami előtt álltak, arról még nem tudták, hogy milyen lesz és mit hoz majd. Amikor két ember összeházasodik, úgy érzik, hogy egymás nélkül semmik, hogy mindig együtt kell lenniük. Eltűnik az én, s elfoglalja helyét a mi. Együtt, közösen, egyszerre. Nincs konfliktus, minden jó és szép. Felhőtlen a boldogság, azt érzik, hogy függetlenek végre, élik a közös új életüket. Aztán megkezdődik az otthonteremtés, a fészekrakás. Megszületnek a gyermekek, s rájövünk, hogy az élet nem is olyan felhőtlen, hogy mindennek ára van, s amit akarunk, azért keményen meg kell dolgozni. És egyszer csak a közös miből újra szétválik az én és a te. Te elmész vadászni, én maradok a gyerekkel. Te fáradtan jönsz haza, én kiszolgálok téged. Te már pihensz, én még mindig dolgozok. Te alszol, én fent vagyok, mert sír a gyerek. Téged elismer a törzs, te vagy a nagyszerű családfő, én meg csak a háztartást vezetem. Engem nem ajnároznak, nem ünnepelnek, nem tüntetnek ki, te vagy a sikeres, a befutott, a karriert építő. Te és én. Újra külön váltunk. Szó szerint. Én itthon, te a vadászaton. Én a gyerekkel, te a törzs többi tagjával. Én egyedül, te a közösségben. Aztán nincs semmi. Nem vagyunk együtt, nem beszélgetünk, mert nincs miről, mert két külön világban élünk. Nem bújunk össze, mert holnapra kell az erő a vadászathoz. Már nem vesszük észre, hogy milyen helyes a másik, már nem lessük egymás kívánságát. Azt sem tudjuk, hogy mi zajlik a másikban, hogy milyen gondolatai és milyen érzései vannak. Mindkettőnknek megvan a maga baja, és nem vesszük fel a másikét. Egy sátor, egy tűzhely, egy ágy, minden más külön. És az asszony besokal. Abba az életkorba lép, amikor rádöbben, hogy mennyi mindent áldozott és adott fel a családért, hogy mennyire első helyre tette a férjét, a gyereket, és önmagát valahol nagyon messze hagyta. Már nem is emlékszik rá, hogy milyen volt, hogy mik voltak a vágyai, az álmai, hogy milyen szeretett volna lenni, hogy mit szeretett volna csinálni és elérni. Beleolvadt a nagy mibe, és most nem találja a lényét, nem találja igazi valóját. A törzs csak annyit lát, hogy szépen haladnak, hogy megvan mindenük, nem veszekednek, szeretik a gyereküket, mindenki elvégzi a maga feladatát, az életük sínen van. Ám nem csak az évek múltak, hanem a meghitt együttlétek is, az ölelések, a jó érzések, a közös titkok és az intimitás is. És ekkor megjelenik Csúlya Csaki, az erdő szelleme, és szemet vett Narára. Eljött az az időszak, amit úgy hívunk, hogy életközépi válság. Amikor érthetetlen módon felborul a belső béke és a belső rend, s megjelenik az elégedetlenség, a mást akarok érzése, az elég volt ebből haragja. Felszínre tör minden elfojtás, minden szőnyeg alá sepert konfliktus, és a nőben először tetten élhető az eddig ismeretlen helyzetnek a megélése. Nara rádöbben, hogy egy rendszer rabja, és kiábrándul a mindennapi élet szürkeségéből. Az ideális házasság, a párkapcsolat édes álma szétfoszlik, és felteszi magában a kérdést, hogy
Mit keresek én itt? Ki vagyok valójában? Mit akar tőlem az élet? És én mit akarok az élettől? Mi az, amit nem kaptam meg? Mi hiányzik? És az asszony napról napra rosszabbul érzi magát lelkileg, mert megjelent a nő életében Csúja Csaki, a félig ember, félig állat szellem, aki szemet vetett rá, és magának akarja. Ki ez a Csúja Csaki? Egy szellem. Úgy is mondhatnánk, hogy egy gondolat. Sok-sok érzés, fájdalom, döbbenet, hiány, félelem, döntésképtelenség. Kézzel foghatóan nincs, mégis van. Nem látjuk, de érezzük. Nem tudjuk elűzni, mert bennünk van. Nem bújhatunk el előle, mert a lelkünkben mindenhová magunkkal visszük. Csúja Csaki a félig emberi oldalunk, az ész a racionalitás, a tudom a szabályokat elv, és a félig állati oldalunk, az ösztöneink, a vágyaink, a késztetéseink, az összes hiányunk, amit nem elégíthettünk ki. Csúja Csaki az asszony életében ezt testesíti meg. Pont azt, ami hiányzik neki. Háromszor megy el hozzá, három különböző időpontban mutatja meg a nőnek, hogy mire vágyik, hogy mit akar. Azt olvassuk, hogy Csúja Csaki megpillantotta Narát, és azon nyomban beleszeretett. Pont úgy, mint évekkel ezelőtt a férje. Elég volt egy pillantás, és lobbant a láng. Szikrázott a tűz, égett a szerelem. Most meg csak fáradt tekintetek vannak. Elnyomott sóhajok, szürkeség és hidegség. Hol volt már a kezdeti szerelem, a rózsaszín álom? Megfakult és kihűlt. Élettelen lett. Nara már nem tudta felszítani korankéba a tüzet, és koranké sem tett azért, hogy megpiszkálja a hamut, hogy egy kis szikra után kutasson. Jól van ez így, ahogy van, gondolták, de a nőben mégis tombolni kezdett a hiány. Folyton ott lebzselt körülötte, hogy emlékeztesse, mennyi mindenről lemondott, mennyi mindent hagyott semmivé válni. Csúja Csaki, a tudattalanba űzött érzések és vágyak pedig egyre jobban körülfonták az asszonyt. Attól kezdve ott settenkedett a ház körül, és le nem vette a szemét az asszonyról. Aztán egy idő után már nem csak elvédve bukkantak fel a nőben a különös érzések, hanem állandóvá, folyton jelenlévővé váltak. Már nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy mi hiányzik neki, és mit szeretne. Csúja Csaki magával akarta vinni. Legintenzívebben akkor támad fel a nőben ezek az érzések, amikor a férje elment otthonról vadászni. Ilyenkor végtelenül magányosnak, üresnek érezte magát, akit nem dicsérnek meg, nem mondják neki, hogy milyen szép és kívánatos, és hogy milyen jó vele élni. Ilyenkor nem ölelte meg a férje, és nem érezhette, hogy igazi nő, hogy nem csak háziasszony és anya, hanem olyan lény, aki megmozgatja a férfi szívét és érzéseit. Csúja Csaki háromszor próbálta rávenni az asszonyt, hogy engedjen a vágyainak, a visszafolytott ösztöneinek, hogy törjön ki az egyhangúságból, hogy tegye azt, amit szeretne, de nem tudta rávenni. Nara folyton azt bizonygatta maga előtt, hogy ő ezt nem teheti. Nem kezdhet más életet, nem változtathatja valóra az álmait, hogy nem lehet többé nő, mert ő korankét választotta. Neki rendelte alá magát, és ez a fogadalmához hű lesz. Pedig a lelke mélyén nagyon is akarta hallani, amit Csúja Csaki mondott neki, azt, amit a férjétől már régen hallott. Azt szerette volna hallani, hogy Nara, szépséges Nara, meghasad a szívem érted, gyere velem, légy a feleségem, nem a cselédem, nem a házvezetőnöm, nem a gyermekem dajkája, mert most az vagy, annak érzed magad, de én azt akarom, hogy légy a feleségem, akit ölellek, csókollak, bókukkal halmozok, akit magamhoz ölelek, akiben feloldódhatok, akivel egy lehetek újra. Neked adom drága díszeimet, szavaimmal, csókjaimmal, ölelésemmel, szemem sugarával feldíszítelek,
minden gazdagságom a tied. És a nő nagyon megijedt önmagától, ettől a kívánságától, attól, hogy mit szeretne igazán. Félt, gyötrődött, hallgatott, és maga előtt is azt bizonygatta, hogy ahhoz a karankéhoz hűséges, aki eltávolodott tőle, akivel olyan egyhangú lett az élet, aki érzelmileg hideg, mint a jég, aki nem veszi észre a felesége sóvárgását, igényét és szeretetességét. Ő ehhez az emberhez volt hű. Ahhoz, aki nem akart változni. Aki nem akarta meglátni a nő szomorúságát, félelmét, bizonytalanságát, tanácstalanságát. Akinek fogalma se volt arról, hogy mit szeretne a felesége és mire van szüksége. És Nara csak fogyott, mint a hold. Arca halvány lett, akár a holdsugár. És még ez sem tűnt fel Karankénak. Eszébe se jutott, hogy annak az állapotnak, amiben a felesége van, annak ő az oka, hogy neki kell a problémát megoldani, hogy neki kell közeledni az asszonyhoz, hogy le kell tenni az íjat, hogy nem kell játszani tovább a nagy vadász szerepet, hanem gyengédnek, szeretetteljesnek kellene lennie. Hagyta, hogy a felesége gyötrődjön, hogy vágyakozzon utána, és nem tett semmit azért, hogy a nő érzelmi támasza legyen, aki újra felemeli a lelki mélységből, aki királynővé avanzsálja, újra rangot ad neki, és megerősíti a még ráváró feladatok elvégzésére és a szépen megélt öregségre. Karanké az érzelmi támasz helyett közömbös, hideg magatartással válaszolt, majd elővette az íját, mérgezett nyilat tett bele, és várta, hogy megölhesse Csúlyacsakit. Minden mérges és hangos szó, minden kiabálás és veszekedés mérgezett nyíl. A haragos és félelemmel teli családi légkör mérgező. Nem oldja meg a problémát, de megöli a lelket, elveszi az erőt. Karanké célba vette Csúlyacsakit és rálőtt. De a vágy szellemét nem lehet megölni. Nem lehet semmissé tenni. Ha elfojtjuk és elnyomjuk, akkor előbb-utóbb megbosszulja magát, mert ott lesz bennünk a feszültség, a harag, az indulat, és már mi sem tudunk majd szeretettel közeledni a másik felé. Nara mindig kapott 6 hónap haladékot, hogy eldöntse, hogy mit akar. Nehéz időszak volt ez, mert nem beszélhette meg az érzéseit senkivel, nem volt, akitől tanácsot kérhetett volna, egyedül volt mindenféle tekintetben. És amikor újra rátört az elfojtott vágy, amikor Csúlyacsaki szelleme ismét felbukkant, Nara ott állt 2 tűz között. A férje és a belső szükséglete között, és nem tudta, hogy melyiknek mondjon igent. Csúlyacsaki utoljára még egyszer elment a nő elé, és elé tárta, hogy mit veszít, ha neki nemet mond. Azt olvassuk, hogy vadállatok kíséretében jelent meg. A jobbján egy óriási anakonda kígyó tekerőzött, a baján pedig egy megtermett jaguár lépdelt. A kígyó arra ösztönöz, hogy ne meneküljünk a bennünk rejlő hatalom elől, hanem használjuk és éljünk vele. Megmutatja, hogyan éleszthetjük fel, irányíthatjuk és építhetjük fel életterünket, amelyben egyesülünk a belső forrással. Kígyó azt is megmutatja, hogy minden változik, átalakul, fejlődik és mássá válik. És hogy mennyire fontos a kellő időben való cselekvés, az átalakulás képessége, a bajokból való gyógyulás lehetősége. Arra biztat, hogy találjuk meg saját ritmusunkat, hogy keressük az új lehetőséget és ne ragadjunk bele a régibe. De fontoljuk meg, hogy mit teszünk, s ha kell, tudjunk visszavonulni is. A kígyó felráz a szürkességből, az unalomból, a lehangoló életből, és újat mutat. A kígyó azt kérdezi, hogy mibe kell változtatnod? Miért vagy kiszolgáltatott? Milyen sebeket kell begyógyítanod? Milyen lehetőséget kell felismerned és megragadnod? S ha kell, miért nem támadsz vissza? Vagy miért nem véded meg magad és az értékeidet? Másik állat a jaguár volt. A jaguár azt üzeni, hogy teremts rendet az életedben,
mert vannak benne olyan területek, ahol nem látod tisztán az utat, ahol összekuszálódnak a dolgok. Engedd élni magadban a szabadság utáni vágyat. Legyél gyönyörű és titokzatos. Szeresd az egyedül létet, mert erős vagy. Ha teszel magadért, akkor nem lesz ellenséged. Legyél türelmes is, de a kert cselekedj, pont akkor, amikor ideje van. Fedezd fel magadban az erőt. Legyél lényegre törő őszinte. Engedd el a félelmeidet, és találd meg a saját belső utadat. Nara is tudta, hogy van egy belső útja, amin járnia kellene, de nem mert rálépni. Elhitette magával, hogy Koranké jó ember, hogy olyan, amilyennek a külvilág látja, és amilyennek ő is gondolta egykor. Aztán rájött arra, hogy a férjében rengeteg az elfojtott agresszivitás, hogy könnyen indulatos lesz, hogy nehezen kezeli a dühét, s ha kell, tud nagyon goromba és nagyon veszélyes ember lenni. Nara ráébredt arra, hogy nem ilyen életre vágyott, hogy nem így képzelte a közös jövőt. Félt Korankétól, a haragjától, a mérgezett nyilaitól. A kezdeti szeretett teljes légkör egyszer csak megváltozott, s kitűnt a valóság, a mindennapoknak a minősége. Koranké Apollón típusú férfi. Jellemző rá a távolságtartó, maszkulin magatartás, a győzni akarás, az akaraterő, az ügyesség, a gyakorlatiasság, de vannak nagyon sötét oldalai is. Ő a törvényhozó. Ezáltal a törvényszegőknek a bírája, aki bosszúálló és kegyetlen törvényeket tud hozni. Szereti a törvényes kereteket, a rendet, a mértékletességet, és sokszor előírja, hogy mit szabad és mit nem szabad. Érzelmileg távolságtartó, feleségével is távolságtartó, a gyerekét pedig mindig az asszonyra bízza, érzelmileg elvonódik tőle. Gyakran jellemzi Korankét a kommunikációs elakadás, az intimitásra való képtelenség. Szavai viselkedése sokszor bántó, mérgező. Törvényeit, mint törzsfőnök, mindenkivel be akarja tartatni, és nem bírja elviselni a kudarcot, a számára a sikertelenség nem létezik. Az emberek sokra tartják, jó embernek gondolják. A gondok akkor kezdődnek inkább, amikor a felesége mélyebb, személyesebb kapcsolatra vágyik, és erről nem beszélhet neki. Az ilyen férfi elve, hogy uralkodj a nő felett, és légy távol tőle érzelmileg és fizikailag is. Ennek hatására eltávolodnak egymástól, majd a nő lassan elkezd hasonlítani a férjéhez, elfogadja az elvárásait, és megpróbál megfelelni neki. Nara is pontosan így járt, pedig ő egészen más típusú nő volt. Szépsége sokakat magával ragadott. Aki látta, az ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy közeledjen felé, s vele legyen, megérintse, szeresse, s mindig maga mellett tudja. Ő a végzett asszonya, aki után bomlanak a férfiak. Mégis boldogtalan, mert olyan párt választ, aki nem viszonozza a lángolását, az érzéseit, aki távolságtartó és elutasító. Nara számára a háztartási munka egy idő után unalmassá válik, és csak akkor nyújt jó teljesítményt, hogyha a kreativitása felszínre kerülhet, úgy, mint a szőnyegkészítés, vagy a ruhaszövés, vagy a korsoknak a formálása. Az ilyen típusú nőt a férfiak rendkívülinek és ellenállhatatlannak tartják, mert mellettük ők maguk is rendkívülinek és ellenállhatatlannak érezhetik magukat, annak ellenére, hogy a végzett asszonya nyomában egész sor dühös és visszautasított férfi jár. Az olyan férfiak, akiknek a szerelmét nem viszonozzák, azok valósággal megszállottjává válnak az érzéseiknek, és még akkor is, ha minél jobban eltávolodik tőle a nő, akkor is egyre jobban vágynak a nő után, és egyre fájóbban érzik meg az elutasítást. Nara és a hozzá hasonló nők könnyen átváltoznak, változtatják a viselkedésüket, akkor, hogyha felismerik a cselekedeteiknek a következményeit, és belátják, hogy amire készülnek, az talán nem mindig lenne jó. Életük során nagyon sok szánandó emberrel találkoznak,
úgy, mint ahogy Narés találkozott a szegény éhes emberrel, Csujacsekival, de meg kell tanulniuk, hogy bizonyos helyzetekben nemet mondjanak. Sokszor még önmaga előtt is nemet kell mondani a hirtelen felbukkanó heves érzelmeire. Nara háromszor jelenti ki, hogy nem enged a hirtelen rátörő késztetéseinek, és hűséges marad a férjéhez. Eddig Afrodité típusú volt, majd átvált a Héra típusú nőre, aki hűséges, kitartó, álhatatos. Aki mindig kitart a partnere mellett, aki elkötelezett feleség, akinek a férj az élete középpontja, és mindent neki rendel alá, még a gyermekét is. A gyereke lassan megtanulja, hogy mindenben az apa az első és a legfontosabb, hogy az anya nem képes szeretetteljes és védett kapcsolatot kialakítani a saját gyerekével, hogy távolságtartó lesz és rideg, és az apa kedvéért, a férj kedvéért képes az anya mindent feláldozni, még a gyerekét is. A mese végén azt olvassuk, hogy Nara háromszor is nemet mondott a vágyainak, az álmainak, az indulatainak, és mindenben a férjét helyezte maga fölé. A büntetése az, hogy a kislánya teljesen elszakadt tőle, és madárrá változik. Vágyik arra, hogy minél hamarabb kirepüljön abból a családi közegből, ahol a férfi mindenhatósága legfontosabb, ahol őt, mint gyereket számba sem veszik, ahol nem kap elég meleget, szeretetteljes légkört és elfogadást. Büntetésül a lányodat madárrá változtatom, mondja Csujacseki, és ezentúl az erdő mélyéről szól panaszos hangja, és ott él majd a világtól távol, mert kárhozata addig tart, amíg valaki meg nem pillantja. Nara és Koranke hiába futottak a gyerek ágyához, azt üresen találták. És abban a pillanatban egy ismeretlen madárhangra figyeltek fel, mely messziről jött, panaszosan szólt, mintha csak őket szólította volna. Nara és Koranke az egymással való küzdelemben elveszítették a gyermekük bizalmát, hitét, és akaratlanul is kimunkálták benne, hogy a gyerek ne érezze jól otthon magát, hogy elvágyjon a családi fészekből, hogy minél hamarabb kirepüljön. Nara soha nem lehetett az, aki lenni szeretett volna. Feladta az egyéniségét, az álmait, a vágyait, azonosult a férje lelkületével, gondolkozásmódjával. Régi önmaga messze szállt tőle, és többé sohasem talált rá. A titokzatos madarat azóta sem látta senki. Szívszorító, síró hangja bele-bele hasít az őserdő lomhat csendjébe. Az élet közepe táján sok ember jut el valamiféle sötét erdőbe, vagy vadonba, ahol életének különböző szálai összekúszálódnak, utat keresnek, iránymutatásra és iránymutatóra várnak. Az élet középső időszaka minden ember számára az átalakulás és a változás ideje. Ilyenkor az ember számos fejlődési és életfeladattal szembesül, és kényszerül azoknak a megoldására. Újra kell alkotnia a személyes identitását, életcélját, el kell fogadnia az életkorát, az öregedés látható és érezhető jeleit, bele kell törődni abba, hogy a jövendő lehetőségei korlátozottak, és az idő múlásával egyre inkább szűkülnek. Ebben az időszakban még gondoskodásra, nevelésre szoruló gyermekei vannak, de a szülei is már törődésre szorulnak. A fiatal felnőttkor vége felé, majd az átmeneti krízisben az ember valamilyen egyensúlyhiányt kezd felfedezni magában. Ellentétes törekvések feszültségét éli meg, kötelezettségek és elvágyódások szorításában él. Az élet első felében megszilárdítjuk az önazonosságunkat, megteremtjük az otthonunkat, kialakítjuk a kapcsolatainkat, a barátságainkat, a közösségünket, azaz megfelelő alapot építünk az életünknek. Az életünk második felében meg kell tanálnunk a feladatunkat, a rendelkezésünket, vagyis fel kell fedni azt, hogy mit akar a lelkünk. Nem a szüleink, nem az egónk, nem a környezetünk, hanem mi mit akarunk. Ha képesek vagyunk megtalálni a lényünk legmélyéről érkező választ erre a kérdésre, azzal új fejlődési irányt indíthatunk el életünk második felében. Az érett személyiség kialakulásának alapvető feltétele, hogy egyre kevésbé keressük másoknak a jóváhagyását,
és értékelését a saját döntéseinkkel kapcsolatban, mert a megfelelő választásunknak a saját belsőnkben kell fakadni. Néha nem elég, ami van, hanem más kell, mert ami van, az megszokott, fárasztó robotmunka. Friss levegőre vágyik az ember, s arra gondol, mi lenne, ha másképp élhetne. Legalább egy kicsit, és legalább gondolatban. Tihanyi Laura írja egyik cikkében. Szó szerint így mondja. Bekattanok a szokásainktól, a rutintól. Ezért menekülök a könyvekbe, ezért villanyoz fel minden utazás, új találkozás, akárcsak egy félnapos vidéki kiruccanás, mert kiszakít a kereteimből, szabályosan érzem, ahogy növeszt, ahogy táplál. Nem azt akarom mondani, hogy unalmasak vagytok, csak hogy nekem most már másra van szükségem, mert ezt már jól ismerem. Ez most már nem az enyém. Nem tudok most azzal foglalkozni, hogy kit bántok meg ezzel az érzéssel. Nem lehettek mindig tekintettel másokra. Ebbe is belefáradtam. Mennem kell előre, hogy jöjjön az arcomba friss levegő. Hagyjatok kicsit magamra. Hadd legyek csöndben, hadd álmodozzam. És vissza fogok találni, azt hiszem. De azt is nekem kell akarni. Köszönöm a figyelmedet, remélem, hogy sikerült megmutatni, hogy egy mesei életkép mennyire a mi életünk tükörképe. Ha valahol magadra ismertél, akkor ez a mesei történet neked szól. Dolgozz vele tovább, hallgasd és olvasd újra, s tedd a tarisznyádba mindazt a sok-sok jót, amit neked tanít. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold, oszd meg, ha mások számára is hasznosnak találod. Iratkozz fel, írj kommentet, legyél te is csapattag. Várlak vissza a következő videómra.